Nehezen indulnak a reggelek. Túl fáradt vagy? Nem érdekel semmi? Ennek most már vége. Ébredj a Pulzus FM reggeli műsorával, az Ébresztővel. Hétfőtől csütörtökig minden reggel 7-től 10-ig. Jó reggelt kívánunk, kedves Tibor, szia! Jó reggelt, hello, szia! Szia Ádám, szervusz István, köszöntöm a hallgatókat én is. Régen nem beszéltünk már, hogy szolgálj kedves egészséget, hogy vagy? Köszönöm, nagyon jól vagyok, mint mindig. Ezt örömmel halljuk. És akkor vágjunk bele a témába, mert rengeteg kérdésünk van, és nagyon sok mindenre szeretnénk rávilágítani és segíteni ezáltal a hallgatók számára. Hát vízfogyasztás, mint ilyen, ezzel foglalkoztunk, ezzel kezdtük el felvázolni a kis témánkat 8 óra után néhány perccel, és akkor jönne feléd a különböző kérdés folyamat. Első körben, hogy mennyi folyadékot fogyasszunk és miért, Tibor? Most ha sokan tudjuk, hogy az emberi test tömegének több mint fele víz. Az életkortól függő, hogy idősödünk egyre kevesebb, de még akkor is még legalább a fele. Most ahhoz, hogy a testi funkciók normálisan működjenek, például az idegrendszer, ahhoz elegendő folyadékhoz, ásványi anyaghoz, sóhoz van szükség. A túl kevés folyadékfogyasztás sajnos kiszáradáshoz vezet, hogy mennyi a mennyiség egy egészséges felnőttnek a napi ajánlott vízmennyiség, az olyan 2,5 liter körüli, 2 és 3 közötti, ez nyilván testfűtő függ. Ez nagyjából olyan 8 pohárnak felel meg, ami nem csak víz lehet, hanem mondjuk beleszámít a napközben elfogyasztott leves és a gyümölcsök is. Ebből a kb. 8 pohárból egyébként érdemes rögtön 2 pohárral indítani a reggelt, mert nagyon jótékonyan indítja be a szervezetnek a funkcióit. Viszont a mennyiségre visszatérve fontos tudni, hogy ez az egész éves ajánlás. Tehát tavasszal, ősszel, télen is illik ennyit inni, hogyha jól akarjuk érezni magunkat. Nyáron az izzadás miatt ez magasabb is lehet ez a szám. Ez az, amit sokan szerintem nem is tudtak, vagy meg sem gondolták volna, hogy most jó, jön a nyár, jön a meleg, akkor ígyunk nagyon sokat, de egyébként télen meg nem is kell, pedig de, és azt örülök, hogy külön kitértél erre. De viszont ezt nem mindenki tartja be, és ilyenkor jöhet például a kiszáradás, amit nagyon sok esetben hirtelen nem is tudunk értelmezni, nem is tudjuk felfogni, hogy milyen jelei lehetnek ennek. Miről ismerhetjük fel, és milyen problémákat okozhat a kiszáradás, Tibor? Így van, ahogy mondod, a kiszáradás az számos olyan tünetet, problémát okoz, amire sokan nem is gondolnánk, és küzdünk vele. A szomjúság az eleve a szervezetnek az első segélykiáltása, a illik meghallani, úgymond. Ugyanilyen visszajelzés az is, amikor kevesebb mennyiségű, sötét színű és erőszagú a vizelet. Ez is azt jelzi. Gyakori kísérője a kiszáradásnak a fáradtság, szédülés, ingerlékenység, anélkül, hogy esetleg kifejezett szomjúságot éreznénk. Száraz, pegyhütt a bél, főleg az időseknél, az ágyban fekvő betegeknél, ez egy nagyon hasznos tudnivaló, ha valakit gondozunk. Ha két ujjal összecsippentjük a bőrét, és elengedjük, és nem simul ki rögtön, akkor az is a kiszáradásnak a tünete, érdemes odafigyelni rá. A lepedékes nyelv, a kellemetlen szájszag, székrekedés, ez mind természetes velejárója, és amit nem tudnak sokan, és népbetegség, a fejfájás. A leggyakoribb oka, hogy nem iszunk eleget. És általában el is mulasztja, hogy pótoljuk ezt a vízhiányt. Ezen kívül szatora szívverést tud okozni, izomgörcsöket. Például ízületi gyulladásokat, ízületi problémákat is, hogyha nincs megfelelő kenése az ízületnek, a csontoknak. Vesekövesség alakulhat ki. És hát most a Covid alatt nagyon fontos kockázat, amiről jó tudni, hogy ha kiszáradnak a nyálkahártyáink, akkor a légúti fertőzések kockázata is megnő, hiszen ott sérül egy védekezési kapu. Ha lecsökken a vizeletnek a mennyisége, akkor a tangás miatt húgyúti fertőzések alakulhatnak ki. Lassabban gyógyulnak a sebek, ha nincs megfelelő megkeringés a szervezetbe. Értelemszerűen alacsonyabb lesz a vérnyomás, ami miatt gyakoribbak az ájulások. De akár a sűrű véráramba vérrögök is képződhetnek, amely még számos egyéb problémát is okozhat. És hát az igazán súlyos kiszáradásnál leállnak a vesék, nincs mit dolgozniuk, ami eszméletvesztéshez vagy akár halálhoz is vezethet. Mint sok egyéb problémánál itt is a különösen érzékenyek erre a kisgyerekek és az idősek, csak itt még fokozza a bajt az, hogy a kisgyereket például a játékhezébe megfeledkeznek az ivásról, rohangásznak, kipirulva, izzadtan, és eszükbe se jut inni. Az időseknél meg az a baj, hogy náluk már a szomjúság érzet az nem olyan kifejezett. Egyszerűen nem szomjasak. Vagyis nekünk, felnőtteknek kell figyelni rájuk és vigyázni rájuk.
Mi az, ami még fokozhatja a kiszáradást az alacsony folyadékbevitelen kívül? Igen, tehát ugye van ez az általános mennyiség, ami ajánlott. Természetesen nem mindegy, hogy milyen környezetben van, vagy milyen aktivitással él egy ember a normál folyadékbevitel mellett is. Például a nagy hőség nyilván fokozhatja a kiszáradást, de nem csak kint a tűző napon. Tehát ez sem feltétlenül csak a nyárnak a velejárója, hanem egy rosszul szellőző, meleg lakásban, ahol egész nap tartózkodik az ember, vagy egy ilyen munkahelyen is könnyen előfordulhat. Természetesen a hosszú megerőltető fizikai munka, vagy a sport is okoz olyan izzadást, ami folyadékvesztéssel jár. Nem tudják sokan, a hasmenés, hányás, lázas állapot, az mind szári, folyadékot veszít ilyenkor az ember. És itt az a probléma, hogy akinek hányingere van, az nem nagyon akar sokat inni, egyszerűen nem bír. Mert azt javaslom, hogy fogyasszon gyakran kis kortyokat, vagy végszükség esetén esetleg szokogasson jégkockát, ami egy kicsit jobban nem lesz. A végési sérülés okozza a kiszáradás veszélyét, a cukorbetegség, a túlzott vízhajtó gyógyszereknek a szedése. De amit említett Ádám is a bearangozóban, hogy a kávéban, az energiaitalban lévő koffein, és az alkohol is kiszárít, mert vízhajtó hatású, mind az alkohol, mind a koffein. Érdekes tapasztalatom, hogy nálam az agyalás az, ami nagyon kiszárít engem. Tehát amikor egy következő előadásra készülök, és órákon keresztül ott ülök a számítógép előtt, gondolom sokan végeznek hasonló munkát, és erősen koncentrálok, legalább úgy kiszáradok, mintha ugyanennyit futottam volna. Mert ugye azt is próbáltam, tudom, hogy miről beszélek. Nagyon érdekes, az agy nagyon nagy vízfelhasználó, amikor dolgozik, mikor ezzelre dolgozik a processzor. Aztán, hogyha olyan súlyos mértékű a kiszáradás, hogy valaki kórházba kerül, akkor nem kell megijedni, ott egy intravénás infúziót fog kapni, amelyen nagyon gyorsan tudják pótolni a hiányzó folyadékot, ráadásul azonnal oda kerül a véráramon keresztül, ahol szükség van rá, úgyhogy nagyon gyorsan jobban lesz tőle az emberke. Vigyük tovább ezt a beszélgetést, Tibor. Anno, amikor gyerek voltam, visszaemlékszem arra, amikor